Washingtonban az elmúlt két hét alatt Andrea Varázsúvlában énekelte Paminát. Milyen volt Washingtonban énekelni? Nem először énekelek már itt, tehát ismerem a házat, ismerem az embereket, akik itt dolgoznak. Nagyon nagy szeretettel várnak mindig vissza, ezért nagyon jó ide visszajönni. Egy remekül szervezett színház, egyre inkább feljön, mint operaház Amerikában, tehát igazából itt Washingtonban nem volt olyan nagy opera élet, de mivel Placido Domingo itt most már a general igazgató, tehát ő viszi ezt a házat is, nem csak a Los Angeles-it, és így nagyon-nagyon sok barátja és kiváló zenész kollégája jön el ide, és ettől nagyon-nagyon szép előadások születnek, remek rendezések, kiváló karmesterekkel. Mennyire nem mindegy a művésznek, hogy hol játszik? Tehát az, hogy esetleg baráta is vannak abban a városban, vagy ismeri Igen. azokat, akikkel együtt dolgozik. Ez nagyon fontos, és egyre fontosabbá válik az ember, minél tovább van ezen a pályán. Tehát, hogy nem csak egy nagy ismeretlenbe cseppenünk bele, hanem már egy ismert közegbe. Esetleg már egyre több barát vár egy-egy városban, ahová megérkezek. Ez nagyon kellemes, így sokkal jobb. Egyre jobban meg tudom ismerni a városokat. Mert eleinte az ember tényleg csak így, mint egy kis robot, a színház és a hotel, vagy a kis lakás között, amit kibérel erre az időszakra, így járkál, és igazából nem nagyon van ideje, meg nem is tudja, hogy hová kell elmenni, de most már azért elég sok mindent láttam Washingtonból, sok múzeumban voltam, gyönyörű szép a természet itt. Tehát a Potomac folyó partja, és egyáltalán, ha az ember tényleg veszi a fáradtságot, és vagy egy nagyon nagyot sétál, vagy fut, vagy biciklizik, akkor gyönyörű helyekre jut el, nagyon élvezem. Ez a barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel való körülvettség arra két-három hétre, ez mennyire jut kifejezésre aztán a színpadon is? Mivel olyan kedves kollégám énekel a darabban, mint Rodney Guilfrey, ő énekli Papagenót. Hát vele fantasztikusan jól megértjük egymást a színpadon. Tehát ez a kicsit olyan, mint a teniszben, tehát mindig visszapattan a labda róla, mindig visszajönnek a reakciók, amik engem is inspirálnak, talán én is inspirálom őt, tehát borzasztóan jó érzés vele a színpadon, nagyon jó így dolgozni. Erstens ist es sehr schön mit Andrea zu spielen. Nagyon jó Andreával játszani és énekelni, szerintem ebben a pillanatban ő a világ legjobb paminája. Moment, und sie hat eine makellose technik. Csodálatos technikája van, és gyönyörű, amikor azt énekli, hogy ach, ich fühl's. Mellette Papagenónak is nagyon kell igyekeznie. Papageno bleiben, was ist manchmal schwierig zu tun. Wie passiert, hogyan játszódik le a színen ez a kölcsönhatás? Es ist immer schön, wenn mindig szép, amikor olyan meleg egyéniséggel van dolga az embernek, mint Andrea is, amikor barátokkal játszhatunk és énekelhetünk. Amit én nála oly rendkívülinek tartok, az, hogy természeténél fogva annyira derűs és meleg és hatalmas szíve van. És ez ki is tűnik, amikor az ember vele énekel. Ich bin
az egyik este egy Washingtonban tanító magyar egyetemi tanárnő elhozott egy 80-90 fős diákcsoportot. Mennyire fontos ez a művésznőnek, hogy valamiféle kapcsolatba kerüljön a közönséggel, vagy a közönség egy részével? Meglepő módon, mivel ezt először éltem így át, hogy előadás előtt találkoztam 80 gyerekkel, akik aztán eljöttek, hát nem olyan kis gyerekek, ezek már egyetemisták, tehát 20 éves körüliek. És életemben először volt ez az élményem, hogy találkoztam a majd leendő nézőkkel, és bizony nagyon-nagyon szép élmény volt, nagyon érdekes volt, engem is nagyon elgondolkoztatott sok dologról, és hát ezek a gyerekek rettenetesen élvezték így az el, még inkább, tehát hogy volt nekik egy személyes találkozásuk ugye az egyik cartoon figurával az előadás előtt, sokkal inkább élvezték az előadást, és borzasztóan föl voltak dobódva. Úgy hallottam, hogy másnap szegénykék búbiskoltak az előadásokon az egyetemen, mert hogy utána nem tudtak elaludni. Hát ez nagyon jó. Ezért élünk mi énekesek, ezért csináljuk.